2015. szeptember 27-én iktatták be a Szadai Református Gyülekezet új választott lelkészét, Sándor Leventét. A szertartáson Bogárdi Szabó István, a Duna melléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd beiktató igehirdetést tartott a Szadai Református templomban. Nagy kő gördült le a szadaiak szívéről, találtak lelkepásztort, szent hívással elhívták, egyező akarattal megválasztották, és most azért vagyunk itt mindannyian, hogy a lelkipásztor életére, szolgálatára, a családjára és az egész szadai gyülekezetre Isten áldását kívánjuk. Nagy kő gördült le a szívünkről. Sándor Levente beiktatását Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye Választási Bizottságának elnöke vezette le. Kedves Sándor Levente lelkipásztor testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében beiktatlak a Szadai Református Egyházközség lelkipásztori tisztébe. Átadom a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát. Kérlek, hogy szolgálj Isten igéjével és a sákramentumokkal. Ezt követően minden jelenlévő palástos lelkész egy-egy Bibliából vett idézettel áldotta meg Szada új református lelkipásztorát. A szeretetben nincsen félelem. Teljes szeretet kiűzi a félelmet. Amen. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Amen. Istenem. A beiktatás után ünnepi közgyűlést tartott a gyülekezet. A köszöntések sorát a Szadai Református Egyházközség presbitériumának nevében Berze János gondnok nyitotta meg. Engedjék meg, hogy én is a presbitérium nevében Isten gazdag áldását kérem tiszteletes urunkra és családjára, valamint munkájára, hogy ez a gyülekezet épüljön és gazdagodjon, gyarapodjon Isten dicsőségére. És még így szeretnék idézni Mózes könyvéből, 28. szakasz 2. verséből, és rád szállnak minden áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. A beiktatott lelkész családja nevében édesapja, dr. Sándor Endre lelkipásztor köszöntötte. Isten óvjon téged attól, hogy a múltról kezd beszélni, hogy arról kezd beszélni, hogy valamikor mi volt a kereszténységben, hanem meg kell találni az aktuális üzenetet a gyülekezet számára. Te magad is nagyon jól tudod, hogy feltétlenül kell az, hogy ahhoz, hogy az igét tudjuk hirdetni, az evangéliumot hirdessük a szomjas lelkeknek, és eljussunk a gyülekezet minden rétegéhez, ahhoz feltétlenül szükséges a családi háttér, az otthon háttere, feltétlenül szükséges, hogy békesség és szeretet legyen a presbitériummal, a gondnokkal, így lehet a gyülekezetet építeni. Adja a mindenható Isten, és mindannyian ezért imádkozunk a családban, hogy építője legyennek a gyülekezetnek. Vécsei László országgyűlési képviselő köszöntő beszédében kiemelte, nem csak a református egyházközségnek, hanem az egész településnek nagy öröm Sándor Levente érkezése. A szadai reformátusság ennek a községnek az életében mindig meghatározó súlyú, meghatározó jelentőségű volt, és soha nem volt mindegy a gyülekezet egészsége, a gyülekezet állapota a község egésze szempontjából. Mi itt mindig úgy éltünk, hogy egy test tagjai voltunk, és ha valamelyik szervünk, ha a testnek valamelyik része fájt az egész testnek, fájt az egész szervezetnek, fájt az egész községnek. Szinte természetes, hogy a rábízott református gyülekezet egészsége, lelki egészségre, egészsége végre teljes mértékben helyreáll, de abban is hiszek és abban is bízom, hogy nem csak a református felekezethez tartozókra lesz jó hatással az ő szolgálata, hanem a más felekezethez tartozókra is, a község egészére is. Oroszi Sándor, Szada nagyközség polgármestere hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a továbbiakban is igyekszik majd támogatni a település keresztény egyházait, nem csak anyagi, de erkölcsi oldalról is. Azon leszünk, hogy
ezek a keresztény egyházak így tudjanak úgy működni, hogy a közösséget maximálisan tudják építeni. Kedves tiszteletes úr, most már, mint Szadának beiktatott fel tiszteletesen, azt kérem, hogy közvetlen úton, emberi, baráti hangon, bármikor, tessék jönni, bármilyen gond van, bármilyen probléma van, a dolgunk az, hogy segítsünk. Nem bábuk vagyunk, nem hivatalnokok vagyunk, hanem ennek a népnek a választott képviselői, ami kötelez bennünket arra, hogy megadjuk ennek a keresztény egyháznak azt, ami kell. Ugyanígy a többieknek. Ezt követően Berze János, a Szadai Református Egyház gondnoka emléklappal köszönte meg a parókja felújításában nyújtott segítséget az Északpesti Református Egyház megyének, valamint Szada Nagyközség önkormányzatának. Az énekkar több dallal is kedveskedett a beiktató közgyűlés ünneplő közösségének. Köszöntötte az újonnan beiktatott lelkészt Vásárhelyi József, nyugalmazott tanár is. Megtartottam a szadaiak szeretetét, mert 16 évig itt éltem köztük, 16 éven keresztül nem csak orgonáltam, nem csak tanítottam őket, hanem szerettem is, és ma is szeretem ezt a gyülekezetet. Azért vagyok itt most 96 éves koromban, hogy szeretettel köszöntsem az új lelkipásztort. Pálmai Zoltán, a Szadai Baptista gyülekezet avatott diakónusa, a 125. Zsoltár első két versével kívánt erőt a lelkészi szolgálathoz. Akik az örökké valóban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, nem inognak soha, megmaradnak örökké. Ahogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül, védő karjával az örökké való úgy veszi népét körül, most és mind örökké. Ez a kép maradjon bennünk, tehát mint ahogy Sion hegyének is nagyon sok eseménye volt, és lesz is még hisszük, és magát, ahogy Jeruzsálemet is ezek a hegyek körülveszik, úgy áldja meg a ti közösségeteket és szolgálatotokat is ebben a településen, ezen a helyen. A Szadai Római Katolikus Gyülekezet nevében Balázs András káplán üdvözölte Sándor Leventét. Kedves közösség, kedves Levente, János evangéliumából hoztam a 20. rész 21. versét, békesség nektek. Ezzel az igével szeretnélek köszönteni, békesség ennek a közösségnek, békesség a te szívednek is, Levente. Ezzel köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Sándor Levente júliusban feleségével és két gyermekével Sárbogárdról költözött Szadára, hogy elláthassa a településen a református gyülekezet lelki vezetését. A szeptemberi beiktató ünnepségre több mint egy busznyi ember érkezett a sárbogárdi gyülekezetből, hogy köszönthesse a lelkészt új szolgálatában. Arra bátorítalak titeket, hogy örömben, bánatban, siker és sikertelen esetén is lebegjen előttetek ez a mózesi, még inkább isteni felhívás. Szeresd az Urat, azt az Urat, aki Jézus Krisztuson keresztül előbb szeretett téged és mindannyiunkat. Ez az első és legfőbb emlékeztető, amit szeretnék átadni ti nektek. Emellett fogadjátok a sárbogárdi gyülekezetnek apró ajándékát is. Kérünk titeket, hogy a sárbogárdi templom kicsiny mására pillantva, bízom benne, hogy nem önző a kérésünk, emlékezzetek mi ránk is. Az ünnepi közgyűlésen Török Istvánné Galambos Erzsébet énekkel. Krisztus, a szívemet tárom elég, élet vagy nékem és nyereség.
Galambos Tibor pedig egy verssel üdvözölte az újonnan beiktatott Sándor Leventét és családját. Az Úristen téged tanítóvá tett, hogy öntözd azt is, amit más vetett. Tanításodból nyerjen életet, s legyen mindig határozott beszéded. Ha igazságot szólsz, úgy nem kell félned, hiszen veled van benne Istened. A hittanos gyerekek kedves dala mellett a gyülekezet fiataljai is énekszóval örvendeztették meg az ünneplő közösséget a református templomban. Legyen áldás az úton, amit ma kezdeszel, legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el, kérjük oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriző. Az ünnepi közgyűlés végén Sándor Levente beiktatott lelkipásztor megköszönte az üdvözléseket, majd prédikációjában az evangélium igéire hivatkozva Isten kertjének nevezte a gyülekezetet, melyben a hívek a termést hozó gyümölcsfák. Ez a gyülekezet az Isten gyülekezete. Azért ültette el, azért foglalkozik vele, azért hirdeti az élet igéjét, hogy gyümölcsöt teremjünk. Lelkész és presbiterek, presbiterek és gyülekezet, idősek és fiatalok, kicsik és nagyok, egészségesek és betegek, mindannyian egy test tagjaiként azért vagyunk itt, hogy arra a kertészre mutassunk, arra az Úrra és gazdára, aki ide helyezett minket, hogy az ő dicsőségére gyümölcsöt teremjünk, és a mi gyümölcsünk megmaradjon. Isten azért állított ide, hogy az ő dicsőségére gyümölcsöt teremjünk. Ezt akarom tenni. Teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes erőmmel, teljes életemmel, minden egyes igehirdetéssel, bibliaórával, minden hittanórával, minden családlátogatással, minden beszélgetéssel Jézus Krisztust, az én Uramat, az én megváltómat, az én életem Urát akarom hirdetni. A beiktató ceremónia végén a gyülekezet tagjai elénekelték a himnuszt, majd a kivonulás után valamennyi résztvevő könyvjelzőt vihetett magával emlékül, melyen a Szadai Református templom képe alatt a 105. Zsoltár első verse olvasható.